Szevasztok, kedves túlélők! Lecsokolbi ölmester szolgálatra jelentkezik. A mai videóban ismét a kezdőknek szeretnék segíteni, hiszen tudjátok, hogy elindult a kezdőknek szánt sorozatom, és ez lesz a negyedik része. A mai videóban tehát a Bravo bunkerbe fogunk ellátogatni, de előtte meg kell szereznünk a bunker kártyáját. A mai napig nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy mi van a Bravo bunkerben, illetve mire kell számítani, szóval emiatt szeretném nektek ezt külön egy videóban bemutatni. A bunker kártyát az bárhol megtalálhatjuk, zombik dobják random, de én úgy emlékszem, hogy talán még a bunker előtt is van egy zombi, akinél van egy kártya, hogyha ez nem változott, és hogyha az emlékezeteim nem csalnak. Mielőtt belevágunk, szeretném megemlíteni nektek a Fandom nevű alkalmazást, amit a Play Store-on keresztül, androidosok ugye, le tudják tölteni. Ott kiválasztjátok az Eldoét, és azon belül nagyon-nagyon sok hasznos információt találtok. Angolul van, de szerintem érthető, és higgyétek el, hogy hatalmas segítséget tud nektek nyújtani ez az egész dolog. A tegnapi videóban elfelejtettük kiválasztani a skill pontjaimat, szóval ezt még azért tegyük meg szerintem, még mielőtt így belevágunk az egészbe, és én itt a szomjúságot választom, hiszen kezdésnek azért az nem rossz, hogyha nem vagyunk annyira szomjasak, itt pedig ugye ezt választom, hogy kevesebb legyen a zaj, és megkaptuk az aktív skillt, a self-healinget. Egyébként azt vettem észre, hogy kezdő játékosoknak azért elég sokat segít a játék, hoppá hoppá. Megkaptuk a Robbert, amivel ugye 2%-kal jobb lootunk lesz majd a raidek során, tehát ugye a tolvaj skill. Jó, biker kevesebbet fogyaszt az üzemanyagunk. 10%-kal több experience, tapasztalati pontot kapunk, és megint egy jó skill, a trader, a kereskedő jobb ajánlatot ad majd nekünk, hogyha ellátogatunk hozzá. Oké, 15%-kal több tapasztalati pont, nyilván azt választjuk, hiszen nekünk fontos. Gyorsabban tudunk mozogni a területeken, ez is fontos. Medic 2%-kal többet heal-el a bandage. Oké, halkabbak leszünk 2%-kal a támadásokkor, ugye amikor raidelünk. És ennyi volt az a skill, 17-es szinten járunk. És akkor nincs más dolgunk, mint ugye felkutatni az adott kártyát. Először én azt mondom, hogy látogassunk el oda, megnézzük, hogy ott van-e még tényleg a zombi, vagy rosszul emlékszem, mert az is lehet, hogy rosszul emlékszem, hiszen nem most volt már az, amikor én azt megcsináltam, az már azért elég régen volt. Szerencsére a repülős eventből tudtam szerezni lőfegyvert, ruhát, szóval nem lesz gond. Egyébként srácok, el szeretném mondani, hogy kezdőknek olyan eventek is vannak, amiket már nekünk nagyon-nagyon régóta kiszedtek a játékból, szóval a kezdésnek ti nagyon-nagyon sok eventtel fogtok találkozni. Én azt javaslom, hogy mindent csináljátok meg mindig, hiszen ott rengeteg lőfegyver lesz, szinte ingyen, mivel elég könnyűek azok az eventek. Jó, itt módosított fegyvereket kapunk rögtön, amint látjátok, tehát nekünk ilyen, mikor én annak idején kezdtem a játékot, nekünk ilyen a világban nem volt, érted? A világban nem volt, hogy ilyen módosított fegyvereket, akkor még nem is volt módosítás, hoppá, megjött a zombi horda, gyerekik. Jézus ereje, itt lerombolták nekem a falat, mert pont itthon voltam, tehát ne legyetek itthon, hogyha ez lehetséges. Ne legyetek itthon, amikor jön a zombi horda, mert akkor több falat fognak lerombolni. És én nem figyeltem erre. Jó, kaptunk egy motoros eseményt. Ugye a Bravo bunker az itt helyezkedik el, a térkép szélén. Viszont ez egy picit különbözik az Alpha bunkertől. Jelenleg ugye az Alpha bunker és a Bravo bunker van, mégis ami aktív az Alpha bunker. Hiszen az Alpha bunkernek 4 darab szintje van, míg a Bravo bunkerbe nem lehet lemenni, csak ott az elejét lehet kipucolni. De ha jól emlékszem, azért elég jó ott a loot, szóval mindenféleképpen megéri oda elmenni. Írtátok azt is, hogy térjek ki itt a boltbázisokra, ki fogok rá térni, meg fogjuk őket majd egyesével támadni. Oké, srácok, én azt mondom nektek akkor, hogy így beöltöztünk, megvan minden, nincsen táskám, mert hogy az előbb meghaltam, szóval még ne induljunk el, hanem menjünk vissza a holttestemhez. Elmegyünk és megnézzük, hogy ott van-e a kártya, vagy pedig rosszul emlékszem, hiszen ez is előfordulhat, mert az már nagyon régen volt, amikor én ugye ott jártam, és nézzük meg, hogy mennyit rombolt le a zombi horda. Látjátok, hogy nem voltam itthon, ezért itt már nem tudtak keresztül menni a zombik, tehát mivel itthon voltam, elég sok falat leromboltak, vegyük itt, illetve itt távoztak valószínűleg, de ezt azért szerencsére elég gyorsan tudjuk pótolni, egyszer elmegyünk egy területre, és már szinte meg is vagyunk vele, szóval nem kell pánikolnunk.
Itt rögtön meg is jelenik nekünk a legelső mini event, amivel jelenleg nem foglalkozunk, bandage-et kellene neki adnunk, de hát még mi is kezdők vagyunk, szóval nekünk is nagyon fontos a bandage, nem szeretném odaadni a srácnak. Oké, Zsoki, mivel megvan a táskánk, ezért már indulhatunk is, és akkor nézzük meg a bunkert, hogy hogy állunk vele, lesz-e ott kártya, vagy tényleg rosszul emlékszem. Hogyha rosszul emlékszem, akkor semmi gond, hiszen megkeressük, és meg is fogjuk találni. Nézzük is meg, közben dobálja, látjátok nekünk az eventeket. Ez a konvoj event, ez mindenkinek van, viszont nagyon sok olyan event van, mondom, amik már haladó játékosoknál sincsenek. Mindenféleképpen azokat csináljátok meg. Jó, 40 energiába fog kerülni, míg ideérünk. Közben, amíg fut a karakterünk, el szeretném mondani, hogy már beküldtem az adatokat a partnerség miatt az Eldoe csapatának. Bízom benne, hogy megkapjuk. Ez azzal jár, srácok, hogy Twitchen, hogyha néztek, akkor fél óránként a nézők 10%-a ajándékot kap a játékba, ami lehet 25 coins, vagy bármiféle fegyvermódosításos láda, bármilyen láda, szóval megéri ott lenni az adott streameken, kövessetek be bátran a Twitch-en. Na nézzük is, mert közben azért ideértünk szépen lassan. Elég sok zombira kell számítani, tehát azt már most megmondom, hogy rengeteg zombira kell számítani. Jó, ugye itt kéri nekünk a Bunker Bravo kártyáját, és sajnos rosszul emlékeztem, mivel nincsen itt zombi, vagy lehet, hogy az Alpha Bunkerre emlékszem, hogy ott volt egy zombi még nagyon-nagyon kezdéskor. Nem tudom, srácok, mert mondom, én nagyon-nagyon régóta játszom a játékkal, de semmi gond, hiszen elmegyünk a területekre, és megkeressük azt a kártyát, megnézzük, hogy hol bújt el, bízom benne, hogy gyorsan meg fogjuk találni, nem szeretnék vele órákat bohóckodni, amíg megtalálom azt a kártyát, és látjátok, hogy bitang sok mindent bedob nekünk itt a játék rögtön. Erre a dropra megéri nyilván elmenni, de minket ez most nem nagyon érdekel, hanem minket az érdekel, hogy minél gyorsabban megtaláljuk a Bunker Bravo-nak a kártyáját. Fontos, hogy a kártyát egyszer tudod használni, utána nem kell többet kinyitnod sem az Alpha Bunker ajtaját, sem a Bunker Bravo ajtaját, viszont a Bunker Bravo-ba egyszer fogsz elmenni, oda többet a büdös életben nem fogsz menni, hogyha normálisan kilútolod. Ellentétben az Alpha Bunkerrel, mivel oda 24 óránként vagy 48 óránként tudsz elmenni, mert akkor resetelődik, viszont nem fog kérni kártyát, hanem már nyitva lesz az ajtó, és csak egy kódot fog kérni, amit a CB rádióból, vagy esetleg, hogyha nincs meg a CB rádió, akkor mindenféle területen egy hullától fogtok megkapni. Jó, hogyha esetleg valamit kihagyok a videókból, azt nyugodtan írjátok le nekem kommentben, hiszen azt legközelebb tudom javítani, és elnézést kérek, hogyha tényleg kihagyok egyes dolgokat. Ugye megkaptuk a self-healinget, ezt itt tudjuk aktiválni, itt berakom, és akkor itt az automód el fog tűnni, és a self-healing szépen lassan itt nekünk töltődni fog. Amikor betöltődik az aktív skill, akkor azt el tudom nyomni, és akkor automatikusan tölteni fogja vissza a HP-mat egy adott ideig, amit most meg nem mondok nektek, hogy hány másodperc, de egy ilyen 5-6 másodpercig biztos tölti a HP-nkat. Jó, nem akar googolni az emberem, nem lett beállítva? De be lett állítva. Hoppá! Közben jönnek az e-mailek a követésről a Twitch-en, amit nagyon szépen köszönök. Jó! És akkor próbáljuk megkeresni tényleg a kártyát. Ejha, skacok, fú, basszus kulcs.
Gondolom látszódik a szintemen, hogy mennyi időt töltöttem el a játékban azzal, hogy megkeressem a Bravo Bunker kártyáját. Szóval látszódik a szinten. Srácok, már körülbelül olyan másfél órája keresem ezt a fránya Bunker Bravo kártyát. Nagy nehezen egy zombitól megkaptam. Hát de már kezdtem lassan feladni. De lecsókolbi örömester. Bejelentkezett a szolgálatra, és meg is szerzi, amit szeretne, úgyhogy megvan a Bravo Bunker kártya. Szóval nincs más dolgunk, mint most ellátogatunk ugye ide a Bravo Bunkerbe, úgyhogy ezt tegyük is meg. Ehhez energiára lesz szükségünk. Szerencsére a guide-ból, ugye a Survival guide-ból kaptam 25 aranyat, amiért tudok venni energiát. Te úristen, hogy mennyit szenvedtem ezzel a kártyával. Hát srácok, ez egy lájkot azért csak megérdem. Hogyha már annyit szenvedtem, akkor csapjatok egy lájkot, hogyha tetszeni fog nektek ez a videó. Basszus. Ez vicc volt. Jó, akkor készüljünk fel a harcra. Tehát ide becsapok egy módosított fegyvert, ide pedig berakom a bandage-et. Egyébként azóta már otthon is voltam, meg mindenhol is voltam, tehát hazavittem rengeteg cuccot, ellátogattam a Convoy Eventre, onnan szereztem egy minigunt. Szóval nagyon sok mindent összegyűjtöttem, azóta haza is kellett mennem, hogy ledobjam a cuccokat, mert annyi mindent szereztem, hogy már nem tudtam mit, hova rakni, srácok, hát képzeljétek el. What the fuck? Hú, és akkor most jön a java, ugye, megszerzitek a kártyát, mint ahogy én, remélem, hogy ti kevesebbet szoptok majd vele, mint én. És akkor utána pedig ide jövünk ugye a Bravo Bunkerbe, nyilván nem látunk be, de legyetek nagyon-nagyon óvatosak, hiszen rengeteg zombi fog jönni rátok. Egyébként látjátok, hogy 26-os szintű vagyok, rengeteg skill pontot kaptam meg minden, úgyhogy nagyon szuper, és akkor ide behúzzuk a bunker kártyát. Finalize, ki is nyílik az ajtó, és látjátok, hogy bitang sok zombi lesz. Úgyhogy megpróbáljuk ezt így megoldani, figyeld, a minigun, hogyha már nálam van. Jézus! Ó, még szerencsé, hogy ilyen sok bandage-et hoztam, gyerek. Oha, és már nem sok zombi maradt, de láttatok, hogy rengeteg a zombi itt. Szóval mindenféleképpen készüljetek fel, rengeteg bandage, lőfegyver, hiszen azért melee weapons-el elég nehéz ezt a dolgot megoldani. Látjátok, el is fogyott az összes bandage-em. Te jó isten szaga. Nincs is nálam semmi. Mi? Hogy lenne már? Semmi az ég a világon. Ruhákat azt kivesszük, hiszen azt nem árt fölvenni. Így van, ezt a kevés ruhát fölcsapjuk. Meg hát ezt a kevés élelmet azért csak elrakom. Mivel a java zombit már megöltük a legtöbbet, szóval most már nem kell annyira paráznunk. De látjátok, így is lehet. Elmentek a Convoy Eventre, elhozzátok onnan a minigunt, arra figyeljetek majd, hogy ott is rengeteg zombi lesz, ahogy felveszitek a minigunt, szóval onnan rögtön fussatok ki, hogy a minigunt ide megspóroljátok. Na nézzük! Oha! És már csak egy toxic zombi van. Így, és sikerült is a Bravo Bunkert feloldanunk, de hát itt nagyon-nagyon sok mindent ugye nem tudunk majd csinálni, összeszedjük nyilván ezeket, hogyha már így szétdobálták nekünk, akkor ezeket természetesen összekapkodjuk, hiszen abból tudunk csinálni bandage-et is a szövetből. Így van. Tehát nézzük is meg, hogy látjátok, itt össze van törve a számítógép, vagy nem tudom mi ez. Így nem tudjuk kinyitni az ajtót, és nem is tudunk lemenni. Nyilván majd valamelyik update-ben ez frissítik, és majd ez is elérhető lesz. Viszont látjátok, hogy itt rengeteg ilyen kis szekrényecske van. Ezeket kinyitjátok, és mindegyikben lesz loot. Bandage, kaja, C bunker kártya, amit már vagy 60-szor kaptam, mióta próbálom megszerezni a Bravo bunker kártyát. Már vagy 60-szor, gyerekek. Esküszöm, már alfa bunker kártyátok, ez mind megvan, érted? Mind az ég a világon. Oké, kaptunk egy SWAT helmetet, jelenleg ez a legjobb cucc a játékban, a SWAT ruha a legjobb a játékban, és azt lehet lecraftolni, mert ugye van még a Kevlar, amit jelenleg nem tudunk lecraftolni a játékban. Oké, kaptunk egy módosított M16-ot, gyerekek.
taktikál full cuccot, nyilván nem teljes értékű ruhák, hanem sebződött ruhák, de ettől függetlenül ez azért nagyon jó kis loot, ahhoz képest, hogy egy kis minigánt használtunk el, illetve ebből egy kicsit. Kaptunk üzemanyagot a nem létező motorunkba, hiszen még nincsen kész, de gyűjtögessétek őket, mivel rengeteg üzemanyaggal fog járni az utazás. Oké, elem, az is nagyon jó, hiszen abból lehet steelbart csinálni. Úgyhogy tényleg srácok, elsősorban mindent gyűjtögessetek. Én ezt javaslom nektek, és nézzétek, SWAT cipő, SWAT mellény, minden is van itt more. Szóval megéri ide eljönni kezdőknek is. A következő videóban valószínűleg alfa bunkerezni fogunk, ez pedig egy engine park. A következő videóban valószínűleg alfa bunkerezni fogunk, megmutatom, hogy én mit javaslok a kezdők számára, hogyan szerezzenek az alfa bunkeren belül kártyákat, és hogyan csinálják ezt az egész dolgot, hogy még tudjanak is spórolni maguknak fegyvert. Bízom benne, hogy tetszett nektek ez a videó, és bízom benne, hogy tudtam egy picikét is segíteni nektek. Hogyha így volt, akkor nyomjatok egy lájkot, esetleg osszátok meg ismerőseitekkel is, hogyha úgy gondoljátok, van olyan személy, akinek ezt látnia kell. Ha pedig élőben is néznétek, és szeretnétek kapni majd Twitch dropsot, akkor kövessetek be bátran a Twitch-en. Találkozunk legközelebb is, jó túlélést kívánok, sziasztok!